Na, elérkezett. Következő nap kipihentem magam egy keveset. Hát jó, nem mondanám, hogy annyira kipihentem magam. Olyan következő helyszín. Irány, Borsó volt. Ja. Nem messzire megyünk, 1 kilométer is. 170-180 kilométer. Na megérkeztem szülővárosomban, Mezőcsátra. Üdvözlőjünk városunkban. Egy kis mezőváros, ilyen 6-7000 lakossal. Itt születtem. Károktőre költöztünk, innen 11 kilométerre van. És utána megint visszaköltöztünk ide. Én 4. osztályos voltam. És innen pedig elméletileg, ja, itt lesz a vásár holnap. Remélem, hogy lesz ezen a területen. Hát elég nagy a csend. Na mindegy, vagyis az üresség, semmi. Mozgás, na mindegy, remélem azért holnap lesz. Na lényeg, ez a Gelei út. Na visszatérve volt tartottam, csak igen, és innen indultam el. Itt dolgoztam a TS-ben. Több mint annyit. 18. Ja, 6 évet, 7 évet, és innen indultam el Pestre 24 évesen. Olyan tiszta az idő, láthatjátok, az északi középhegységet lehet látni. Kicsit oda zoomoltam, remélem, hogy látható. Megérkeztem a mezőcsáti strandhoz, hát nem tudom, itt ledózaroltak mindent. Felújítások lesznek, vagy átalakítás, hát elég csúnya itt a dolog, ott van hátul a medence. A fák hogy megnőttek, mikor utoljára voltam, itt semmi nincs. Na, vagy 20-25 éve volt. Hát igen, ez sajnos ez van. Úgyhogy mindjárt mutatom. Itt volt régen a bejárat, itt volt a büfé, a lángosos, ahol lehetett ilyen kajákat venni, meg játékokat, ez volt a bejárat. Itt meg semmi. Meghalt minden. Sajnálom, pedig bejöttem volna. Na, mégiscsak bemerészkedtem, hogy megmutatom nektek azért a medencét. Itt tanultam meg úszni. Ilyen nem is tudom, 10 évesen vagy valahogy így ebben a medencében, úgyhogy azóta nem csináltak semmit, csak a nőttek. Öltöző, ruhatár, mosdó, itt van egy fedett úszoda, de az is szét van membe, az egész. Semmit nem csinált ez a kikezeké volt. Jó formán, de a víz az, mint említettem, az tényleg az Európa szintű. Nem ez gyógyvíz, de hoppa, van itt ilyen kis... Mi ez? Itt elbújok, nagy itt a munkások, itt kihívják rám a rendőröket, mert ez egy építési terület, lezárt terület elméletileg. De hát úgy látom, hogy itt egyelőre még itt nyugodtan lehetek. Mindenki el van foglalva a munkájával. Úgyhogy itt a fedett úszoda, itt jó lesz, csak de ide be kéne kukucskálni. Hát ha nem lesz semmi gáz, mondjuk le van lakatolva. Ah, nincs csak itt végig, ez hoppá. Aha, itt is folynak a munkálatok, most lehet látni, pont meg tudom nektek mutatni. Hát nincs valami meleg itt július közepén, 10-17 fok, vagy 16, vagy valami. Ja, hasonló, sikerült, van. Sikerült elcsípnem egy ilyen vezető beosztásban lévő hölgyet. A mezőcsáti városi tanúszoda, most épült, mindjárt megmutatom majd. Nem a strandhoz tartozik, hanem ez a városhoz, úgymond Mezőcsáthoz, hanem környező falukból is fognak járni majd gyerekek, teljesen majd iskolaidő alatt, ilyen iskolabusszal, és itt megtanítják őket szépen úszni, meg különböző sport rendezvények lesznek majd itt parkosítva lesz meg minden. Na, a lényeg az, hogy itt már üzemel, csak hát most nincs mondok sokan, mert nagyon rossz az idő. Láttátok a hőmérőn is.
De nagyon szép létesítmény, mindjárt mutatom is nektek, de ez tényleg jó. Úgyhogy nem állt meg az élet azért itt sem, Borsodban sem. De itt a tető is, nem az a sima, hagyományos, amilyen íves szerkezetű. Itt térkő, csak hát nincsenek sokan, amit említettem, rossz idő van. De ez teljesen különálló intézmény, ez nem tartozik a strandhoz. Megmutatom előről is. És hogy mondod, a gyerekek majd iskola busszal, iskola idő alatt jönnek tanulni. Úszni. Hát kár, hogy úgymond az én időmben nem volt ilyen lehetőség, de hát jobb később, mint soha. Gondolkoztam, hogy mutassak meg nektek, hát mégsem mutatok ilyen postát, meg kópot, meg mit mondjuk ez a főtér. Mondjuk ezt elég érdekesnek tartottam, hogy megmutassam nektek. Templom, a rendőr bácsik beszélgetnek. Egy nagy tér, eléggé elhanyagolt, de hát akkor is tér ABC, ez meghalt, úgy látom, hogy van itt valami kis kajáda, van itt egy ilyen kis kínai üzlet, itt a sarkon, ha jól emlékszem. Úgyhogy egyelőre ennyi, úgyhogy nem sok látni való. Na, újra itt vagyok, megint egy illegális tevékenységet fogok végrehajtani, úgy látszik ez egy ilyen nap. Én megtaláltam a régi munkahelyemet, ahol dolgoztam, és ahol tanultam esztergályosként, van egy ilyen nagy telep, de teljesen elhagyatott, nyitva is van a kapu, nincs bezárva, de ki van írva viszont, hogy ami kutyával őrzött terület. Úgyhogy nem tudom, hogy itt volnánk, hogy most tényleg van. Itt van, kutyával őrzött terület. Ez teljesen elhagyatott, nincs itt semmi az égvilágon. Lehet látni beljebb is. Itt dolgoztam, nem is tudom mennyit, 2 évet, talán itt volt az első munkahelyem. Jó lenne megnézni közelebbről. Itt volt, látható, itt balra volt ez az épület itt. Itt volt az evédlő, itt volt egy csorompó. De mint láthatjátok, itt a kapu nyitva. Most kérdés, hogy most a kutya agyonüt, vagy szétharap, vagy megöl, vagy mit tudom én. Na hát én besétálok azért. Csak nem támad egy nagy pitbull. Ezért próbálok itt zoomolgatni. Pedig tiszta levegő, lehet, hogy miért itt a bokrok közül előjön a nagy pitbull széttép. De csak nem tán. Itt van a nagy kémény, ez volt a lényegében a fűtő rendszernek a része. Nagyon nagy csarnok, nem is egy van, 2? Ja, igen, 2 csarnok. Nem tudom, hogy beljebb merészkedjek, vagy ne, nem is tudom. Hát, nem tudom, hát próba cseresznye. Még egy kicsit jövök. Jön majd a rendőrség, azt lecsuknak. Csak nem. Na jó, elég volt, majd látok a bokorba valami mozgást. Gyorsan gyerünk kifelé, mert nem szeretném, hogy valamit letámadjon. Amíg itt van valami porta, itt ez nincs nyitva. Jó lenne. A fenébe ez nincs nyitva, ez meghalt. Ez jó lenne megnézni. Hello, van itt valaki? Nincs itt senki. Hát, most nem tudom, hogy, de most megint csend van. Na mindegy, hagyjuk. Így ahogy jövőre ennyit erről. Indultam mezőcsátról Ároktőre, találtam egy érdekességet, itt egy elhagyatott ilyen, hogy mondjam, ilyen tehén telepet. Úgyhogy ide is beszökök. Akár is csinálok egy kis videót nektek. Van egy ilyen kis porta. Jaj! Oda nézed. Jaj! Ez csak egy ilyen egyszerű kis valami, olyan, csak nincs semmi érdekes. Elég régen elhagyatott ez az egész. De arra majd érdekesebb lesz. Jó. Szeretem az ilyen elhagyatott dolgokat. Hoppa, van itt valami felirat, mi ez? Ja, itt úgy látszik, itt se szeretik a Orbán bátyánkat. Na nézzük, mi van itt.
Aha, egy elhagyott telep, itt van egy ilyen kis... ilyen kis betonút, hogy úgy mondjam. Nézzük, van itt mondjuk téglaépület. Itt vannak a régi elhasznált, régi elhagyatott istállók. Jobbra-balra. Hogy menjünk be az épületbe, mi lehet itt? Remélem, itt kutyák meg ilyenek nincsenek, mint az előbbi helyen. Már igaz, ott se találkoztam vele szerencsére, de várjunk csak itt mi van itt, mi volt. Valami érdekes, valami dátum, szerint, hogy valami alapján tudnák valami információt megtudni. Hát nézzük, mi van itt, gyerekek. Ez kérem szépen, ez egy, hogy is mondjam, ez mi? Várjunk, itt van valami. Mi van itt bent? Nincs itt semmi. Ez régen, ez aha, ilyen zuhanyzó, meg nem tudom, ha az lehetett, aha. Ilyen zuhanyzó lehetett. Zuhanyzó. Ez ilyen 10-20 éve lehetett el, vagy 10, nem is tudom, 15. Hát, ha találunk valami épszámot. Menjünk tovább. Egyelőre csend van. Hát, ja. Oda nem megyek be, mert elég brutálisan. Na, megnézzük ezt, várjunk, csak próbálok ide fókuszálni. Állítok, ide bemegyek. Várjunk, csak elég kell. Elég veszélyes itt. Aha. Menjünk, nézzük föl. Nem semmi. Ez is valamilyen kis mellékhelyiség lehetett, hogy mit tudom én. Fordulok. Hát itt árok tőlől nem sok mindent tudok nektek bemutatni, mert ez egy kicsi falucska. Tisza melletti falucska, esetleg itt a református templom, ezt még apu újította föl. Elkészlak. De viszont ami tetszik, itt van egy brutál szép kis téglaház, vagy épület, vagy hogy mondja, mindjárt következik, ami egy kicsikét, ja, ez egy nem mindennapi egy építmény itt. Az nagyon tetszik. Úgyhogy indulunk a lényegébe a komphoz. Tiszai átkelő. Most megyünk át a gáton. Ha minden igaz, igen. Ezen az úton kell végigmenni, és megérkezünk mindjárt a komphoz. Eléggé brutális jó a... nagyon jó az út, úgyhogy igen, 500 méter kb-t két oldalt erdő, fák. Hogy néz ki a szélvédő? Na mindegy, megyünk tovább. Már jó az út. Nagyon jó, mindjárt ott vagyunk. Várjál csak, hogy semmi. Itt van mi rendőrbácsi van, hogy mi az itt rendőr? Azért nem semmi, hogy Volkswagen Yeti a rendőrautó. Ez brutál. Ez nagyon jó.